Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Danubia Televízió valamennyi munkatársa nevében. Lássuk, mi történt az elmúlt időszakban. A reformáció 500. évfordulójára befejeződtek a templom felújítási munkálatai Kisorosziban. Híradónkban összeállítást láthatnak az október 23-ai ünnepségekről. A Duna 3000 kilométeres partszakaszát futja végig Hídvégi Üstös Pál ultramaratonista. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. Nagyszabású ünnepséget rendeztek Kisorosziban a templom és a templomtorony felújítása, valamint a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Kisoroszi adakozó lelkű polgárainak hála 2017. augusztusában új torony kerülhetett a református templom tetejére, valamint felújították az épület külső homlokzatát is, ezért október közepén hálaadó istentiszteletet tartottak a gyülekezet tagjai. A szertartás kezdetén Pályi Péter, a település református lelkésze köszöntötte a híveket és a megjelenteket, majd a gyülekezet hittanosai énekkel dicsőítették az urat. Közös imádságot és éneket követően Bogárdi Szabó István, a Duna melléki református egyházkerület püspöke hirdette az igét. Azt kívánom tiszta szívemből, hogy itt minden alkalommal, minden órán ige szóljon mindannyiunkhoz, hogy megszenteljen bennünket, hogy itt, ebben a világban, Isten kegyelme által megőrizve, megtartatva minden rossztól és gonosztól, élessünk nagy neve dicsőségére, és így élve szolgálassunk embertársaink javára. Pályi Péter a Református Egyházközség nevében megköszönte a felújítás kivitelezőinek munkáját, majd felolvasta Makkai Lilla a gyülekezet korábbi lelkészének levelét. Pályi Péter elmondta, pályázati források és állami támogatás nélkül csupán kisoroszi adakozó lelkű lakosainak adományaiból gyűlt össze a munkálatokra fordított közel 11 millió forint. Különösen propaganda nélkül is jöttek az adakozók. A gyülekezetünk tagjai, de olyanok is, akiknek semmi köze sincs a gyülekezethez. Csak látták, hogy épül a templom. És volt, aki milliókat adott, volt, aki százezreket, de volt, aki csak ezreket. De mindenki, aki adott, azt adta, amit adni tudott, ami az ő lehetősége volt. És Isten indította az embereket, és összegyűlt ez a hatalmas összeg. Bétóth Klára festőművész a gyülekezet életében nem mindennapi alkalomra verssel is készült. A súlyos maltert anyagtalanságba emeli a lelkiség ereje. Kavargó felhők öleli körül, mint valami virtuális lombkorona. Újjáépült tornyod lassan életfává alakul, hogy eredendő funkcióját betöltve összekösse az eget a földdel. Fellegeidbe fúródó Krisztus tengelyként mered a végtelenbe, mint a kegyelem apoteózisa. Az Isten tiszteletet követően az ünneplő közösség a misszió udvarára vonult, ahol Nyilas Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye esperese mondott áldást. Kérünk, Urunk, hogy áldásodat ne vond meg ettől a közösségtől, a gyülekezettől, hanem add, hogy betelve az időben hangozzék az evangélium újra és újra, és egyre többen értsék meg akaratodat és szándékodat. Áldásodat kérjük erre a gyülekezetre, településre, kicsinekre és nagyokra. Ámen. A reformáció 500. évfordulójának alkalmából Németh József fafaragó mester emléktáblát készített a kisoroszi gyülekezet számára, melyen Calvin János következő gondolata olvasható. Soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne. Néhány napon belül két gyülekezetnek is, a Taitófalúi gyülekezetnek, meg most itt a kisoroszi gyülekezetnek, valami olyat tudott az ember adni,
Ez azért mondom, mert két hét múlva, október 29-én leszek 75 éves. És ez egy olyan csodálatos ajándék számomra, hogy nyilvánosan szeretném megköszönni a fölöttünk lévőnek, hogy igen, 75 éves koromban egy ilyen ajándékot kaptam. Az örömteli esemény szeretett vendégséggel zárult. Most pedig az október 23-ai ünnepségekről készült összeállításainkat láthatják. Visegrádon Félegyházi András polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Eötvös István egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja mondott beszédet. Kiemelte, a magyarok számára irracionális volt 1956. október 23-a, ugyanis minden józanul gondolkodó ember tudta, hogy a Szovjetuniót nem lehet legyőzni. Az emberek azonban úgy gondolták, hogy a szabadságért, a politikai elképzeléseikért és egy jobb életért ki kell menniük az utcára. A forradalomról 1990-ig 33 éven keresztül nem lehetett beszélni. A mai gyerekeknek azonban már nehéz elmagyarázni, miért is tört ki a forradalom. El kell mondanunk minden évben újra és újra, az 56-os forradalom nem azért tört ki, mert az emberek nagyobb zsömlét akartak. Az idősebbek talán emlékeznek még Marosán György ominózus mondatára. Nem azért tört ki, mert gazdagabbak szerettek volna lenni. Az 56-os forradalomnak világos politikai üzenetei vannak számunkra. A legfontosabb az, amit már október 23-án, sőt már 22-én megfogalmaznak az egyetemisták, demokráciát szeretnének. Nem szeretnék azt, hogy egy kisebbség mondja meg, hogy mit kell tenni, nem szeretnének egy terroruralomban élni, nem szeretnének a kommunista hatalomgyakorlás csapdáiban vergődni, hanem ő maguk akarják eldönteni a jövőjüket. Az 56-os forradalom egy demokratikus nemzeti forradalom volt, emelte ki Eötvös István. A forradalmárok ugyanis mindenfelé kitűzték a nemzeti zászlót, másrészt pedig egy olyan egységként tekintettek önmagukra, amelyet még át tud tekinteni az emberi szellem horizontja. Mi magyarok megyünk neki a szovjet hadseregnek. Mi magyarok akarunk egy demokratikus hazát magunknak. Mi magyarok akarunk dönteni a saját sorsunkról. Ezt követően a professzor elmondta, az 1956-os forradalom a legegyedibb jelensége az európai történelemnek. Bár forradalmak korábban is voltak, azok kitörésének oka az volt, hogy a régi rend egy politikai szerve döntött úgy, hogy másként fog politizálni. Például 1848-ban a rendi országgyűlés helyezkedett szembe a Habsburgokkal. 1956-ban azonban ez nem így történt, mert akkor az embereknek voltak saját politikai elképzeléseik. A pártállam rendszere, a diktatúra szisztémája összeomlik, akkor másodpercek alatt mi magyarok meg tudjuk szervezni saját magunkat. Meg tudjuk szervezni a gyárainkat, meg tudjuk szervezni a településeinket, meg tudjuk szervezni a rendfenntartást, forradalmi bizottságokat tudunk létrehozni, nemzeti bizottságokat tudunk létrehozni, meg tudjuk oldani magunk a problémáinkat. És ez egyedi jelenség. Nincs még egy ilyen forradalom, amely előkészítés nélkül, nem valami fajta értelmiségi, politizáló agytröszt által vezényelve zajlik, hanem ahol az emberek saját maguk veszik kézbe a sorsukat. Ezért nem tudnak ezzel a forradalommal mit kezdeni mind a mai napig. Eötvös István kiemelte, akik nem tudják, hogy mi a nemzet és mi a haza, azok sohasem fogják megérteni az 1956-os forradalom jelentőségét. És külföldről nézve az az igazság, hogy Magyarország lakói valóban ufóknak tűnnek. Mert nekirontanak a vörös hadseregnek, úgy semmi esélyünk nincs a győzelemben. Legalábbis rövid távon.
Mert hogyha 1956-ot elhelyezzük a világpolitika színpadán, akkor kiderül, az 56-os forradalom az egyik legnagyobb éket verte a szovjet birodalom testébe, a legnagyobb tüske volt, soha nem tudták kihúzni, soha nem tudták feldolgozni, és soha nem tudták megoldani ezt a problémát. Az 1956-os forradalom elhelyezte a nemzeti porondon Magyarországot, lerombolta a hallgatást, illetve kiderült, hogy a Szovjetunióval nem lehet együttműködni és megbékélni. Viszont le lehet győzni, még ha csak néhány napra is. Ugyanis az a magyar egység, ami akkor megalakult, sokkal erősebb volt, mint a diktatúra bármilyen terrorszervezete, hangsúlyozta Eötvös István. Az 56-os forradalom tehát egy olyan nemzeti kincsünk, amitre minden évben emlékeznünk kell, már csak azért is, mert az áldozatok nem csak a halottak, hanem az a társadalom, amely kénytelen volt utána 33 évig együtt élni a reménytelenséggel, a szürkeséggel, a bizonyos kilátástalansággal, megérdemli azt, hogy mi emlékezzünk erre az eseményre. Eötvös István beszédét követően az Áprili Lajos Általános Iskola tanulói zenés irodalmi műsort mutattak be az ünneplő közönségnek. De, és én vagyok a Korvin közisrác. A rádiónál is harcoltam veled, és elrejtjük szívünkbe a szabad hazát. És hurcoljuk magunkkal a kivégzetteket. Hisszük, hogy felülünk újra majd az ég. A börtönbe küldünk hargüzenetet, és a rabtartók lefinomodik. Koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Tahit útfalu lakosai az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepség az 56-os emlékmű megkoszorúzásával vette kezdetét. Tahit útfalu önkormányzatának nevében dr. Sajtos Sándor polgármester, Csörgő Mihály alpolgármester és Gál Sándorné képviselő helyezettel koszorút. Lerótták tiszteltüket Tahit útfalu intézményeinek és vallási közösségeinek képviselői is, majd a település civil szervezetei és lakosai helyezték el az emlékezés virágait. Ezután az ünneplő közösség a tornaterembe vonult. A himnusz közös eléneklése után dr. Sajtos Sándor Tahit útfalu polgármestere megtartotta ünnepi köszöntőjét. Beszédében három legnagyobb nemzeti ünnepünket állította párhuzamba, hiszen mind Szent István király idejében, mind az 1848-49-es forradalom során és 1956-ban is hazánk függetlenségéért és szabadságáért hoztak áldozatot őseink. Elnézve a fotókat, azt azért el kéne mondanom, hogy a jobb szárnyon ülő gyermekek nyakába én kívánom, hogy soha ne lássunk fegyvert. Az egy nagyon-nagyon veszélyes eszköz. Tegyünk meg mindent békében, együttműködésben, és legyen a család az az oltalmazó, az a közösség az oltalmazó, az a nemzet az oltalmazó, amely megőrzi nemzeti értékeinket, és jövőt tekintve unokánk is hasonló körben, hasonló szellemisével érhessék meg 56 megemlékezését. Sajtos Sándor beszédét követően a Sziget Hangja Ökumenikus Kórus előadta Gérec Attila Boldog Özséb című pálos himnuszát. Ünnepi beszédet mondott Babuts Zoltán hadtörténész, a Magyar Hírlap szerkesztője is. Elmondta, hogy mindenkinek megvannak a maga 56-os hősei. Kinek Nagy Imre, a mártír miniszterelnök, kinek Maléter Pál, honvédelmi miniszter, vagy éppen a pesti srácok. Babuts Zoltán Kenesei Csaba életútján keresztül mutatta be, hogy hogyan jutott el valaki odáig, hogy 21 évesen nemzetőrként szálljon szembe az elnyomó hatalommal. A hadtörténész beszéde végén felolvasta Kenesei Zoltán gondolatait. Kötelességemnek tartottam, és tartom mind a mai napig, hogy hitelesen éljek, és vállaljam a feladataimat. Immáron nem benzines palackkal, kézigránáttal, gépfegyverrel a kezemben, hanem egyéb eszközökkel. Nem voltam hős, csupán a végletekig elkeseredett, mindenre elszánt fiatal ember.
Azok esetében, akik Magyarországon maradtak, megjegyezném, hogy minden diktatúrában kompromisszum szükséges a túléléshez. Nehéz körülírni és meghúzni a határt, amely a túléléshez szükséges kompromisszumot megkülönbözteti a jellemtelenségtől. Embernek lenni és embernek maradni az egyik legnehezebb dolog az életben. A folytatásban a Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai léptek színpadra. A 8. évfolyam tanulóinak a Szabadság Hősei című előadását Pap Judit, Vacó Zoltán és Kökénné Kravcsik Ibolya tanította be. A szokásokhoz híven a műsort előadó diákok egynapos kirándulást kaptak az önkormányzattól. Az ünnepség a szózat közös eléneklésével zárult. Dunabogdányban is megemlékeztek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A községi ünnepélyen a művelődési házban, mintegy 70 fős közönség jelenlétében dr. Németh József jegyző mondott ünnepi beszédet. Tegnap legalábbis a katolikus templomokban azt az evangéliumot hallhattuk, amelyben az a mondás hangzik el, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Ha ezt a mondást legalábbis annak első felét a mai korunkra, annak nyelvére szeretnénk lefordítani, lévén Magyarországon nincs császár, sem császárság, államformáját tekintve köztársaságban élünk, akkor azt mondhatjuk, adjátok meg a hazának, ami a hazáé, ami a hazának jár, tegyétek meg mindazt, ami a hazát illeti. Ma azokat a hazájukat szerető, a hazájukért tenni kész hősökre, ismert vagy névtelen hétköznapi hősökre emlékezünk, akik a nemzeti önrendelkezés visszaszerzése érdekében önként szembe mertek szállni a Szovjet Birodalom hadseregével. Németh József kifejtette, 1956. október 23-a eseményei ismertek, a diákok tüntetése hogyan vált forradalommá és jutott el fokozatosan a fegyveres harcig. Néhány óra alatt hatalmas energiák szabadultak fel, Budapest volt az események központja, de a forradalom az egész nemzeté lett. Vidéken is önkormányzatok, munkástanácsok, bizottságok alakultak. Hangsúlyozta, az eseményekben résztvevő személyek nem készültek hősöknek. Hétköznapi emberek voltak, akik nem tértek ki azelől, amit a haza kért tőlük. A szónok Mindszenty József nyilatkozatát is felidézte. Tudja meg mindenki az országban, hogy a lefolyt harc nem forradalom volt, hanem szabadságharc. 1945-től egy vesztett, számunkra céltalan háború után erőszakkal épült ki az itteni rendszer, amelynek örökösei most a megtagadás, megvetés, undor és elítélés izzó bélyegét ütik annak minden porcikájára. A rendszert az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak erről még egy bizonyságot. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől. Mindszenty bíboros aztán a forradalom bukásakor inkább a számüzetést vállalta, semmint egy oldalon diktált kompromisszumokat követve az igazságot megtagadja vagy elhallgassa. 56 magyar hősei legkevésbé sem hatalmat akartak. Békét, biztonságot, igazságot, a külső és belső elnyomástól felszabadított élhető életet. Németh József emlékeztetett. Október 23-a forradalom győzelmének a napja, és november 4-e a szabadságharc leverését jelentő gyásznap. A dicsőséget kivívtuk, de a harcot elveszítettük, mégis van ok az ünneplésre, hiszen a nemes célért hozott áldozat sohasem vész kárba, 1956 olyan erkölcsi lelki tőkét halmozott fel, amelyet később energiaforrásként használhat fel a jövő nemzedék. Látszólag kudarba fulladt minden nemes szándékuk. Valójában azonban
a reménytelennek, értelmetlennek tartott, a valódi értékekért hozott áldozatuk megtérült, igaz hosszú távon, évtizedekkel később. 56 nélkül egészen biztos, hogy a maihoz képest más, reménytelenebb, talán rosszabb helyzetben lennénk most. Tisztelet és köszönet ezért 56 hőseinek. Áprilisában véget ért a II. Világháború. A magyar nép óriási erővel látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a népet. Áldottak az özvegyek, kik a holtapák puskáját a fiak kezébe adták. A műhelyben a helyükre álltak és a mezőkre mentek. Az orsgyűjtőszely általuk parázslik fel újra, és a fiatal búza beérik az olajfekárnyú mellett. Áldottak a gyerekek, kik búgósigájukat sarokba téve rohantak a tankok ellen. A szónoklatot követően a helyi általános iskola növendékei adtak műsort. A 8. osztályos tanulók a 61 évvel ezelőtti eseményeket elevenítették fel szcenizált jelenetekkel, narrációkkal, versekkel. Piros a vér a Pesti utcán, munkások! Ifjak vére folyt, a háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Gyújtsunk gyertyát, hogy éledjen a fény, ébredjen szívünkben újra a remény, hogy kik haltak, hultak a sortüzek előtt, nem haltak hiába, porukból nő a szabadság virága. Bócs megyeren a rendezvényközpontban gyűlt össze a lakosság az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján. Az ünnepségen a településen élő Vitályos Eszter, az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár mondott beszédet. Kiemelte, a mai ember már szabadon emlékezhet anyáink, apáink, nagyanyáink és nagyapáink idejére, hősi napjaira. Mert nekik is kiemelkedő szerepet szánt és adott a Teremtő. Egy olyan dicsőséges időszakot, amely bukása ellenére is beragyogja fényével még a mai időket is, és amely végül bukása ellenére is elhozta számunkra a mai szabadságunkat, a mai függetlenségünket. Vitályos Eszter elmondta, ma már kevés embernek van közvetlen tapasztalata 1956-ról, és az elhallgatás kényszere miatt kevesen vannak azok, akik az akkor élők beszámolóiból ismerhették meg a valós történeteket. Az, hogy ma már ilyen ünnepségek, megemlékezések vannak, azt jelenti számomra, hogy a magyar nép nem csak emlékezik a hősökre, hanem magáévá is tette azokat az értékeket, amelyekért elődeik a vérüket adták. A mostani, ismét fenyegetővé vált történelmi időkben megértette a társadalom többsége, hogy 56 nem egyszeri alkalom volt, amire október 23-án emlékezünk minden évben, hanem 56 ma is és holnap is bennünk kell, hogy éljen, és cselekvésre kell, hogy késztessen. Az államtitkár hozzáfűzte, a szabadságért való küzdelem nem veszett ki a magyarság génjeiből, mert szinte minden emberöltő során meg kellett harcolnia a szabadságáért. A mai ember számára ez nem csak azért könnyebb, mert nem fegyverrel a kezében kell küzdenie, hanem azért is, mert az ország több mint 1000 éves történelmében talál dicső példát, amiből erőt meríthet, akikre követendő példaként nézhet fel, és akikhez a vészterhes időkben bíztatásként visszanyúlhat. Most 56 hőseire tekintünk vissza bátorításért. Hajtsunk fejet a nemzeti egység előtt, hajtsunk fejet a mártírok emléke előtt. Nagy Imre és társadalmat, a pesti srácok előtt. A vidéki értelmiségiek, a munkás és paraszt emberek előtt, akik a helyi forradalmi nemzeti tanácsokat megalakították, és egy jobb életért, a demokratikus politikai berendezkedésért, a szabadságért és a függetlenségért tulajdonképpen értünk és utódainkért, a mi jövőnkért is küzdöttek.
1956 az emberi méltóság visszaállításának forradalma volt, amely bebizonyította az egész világ számára, hogy a belülről táplálkozó rend erősebb, szilárdabb, mint a diktatúra jól szervezett, karhatalommal megtámogatott, az embereken átgázoló állami szervezetének rendje, emelte ki Vitályos Eszter. Kevés ilyen pillanata van az emberiség történelmének, amely ennyire tisztán és magától értetődően mutatkozik meg az emberi lét egyik legfőbb célja és értelme, a szabadság. A magyar nép ugyanis az emberiség évezredes álmai megtestesítő univerzális értékekért szállt harcba 1956-ban. Az államtitkár beszédét követően a Zöldsziget körzeti általános iskola tanulóinak zenés irodalmi köntösbe öltöztetett forradalomról szóló összeállítását tekinthette meg az ünneplő közönség. Sort követően az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állított kopjafa megkoszorúzásával zárult a program. Kisoroszi lakosai a Művelődési Házban emlékeztek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepség a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, majd a Tajtótfalui Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos diákjai és a Zenebutik énekes gyermekei léptek színpadra. A Szabadság Hősei című előadást Pap Judit, Vacó Zoltán és Kökénné Kravcsik Ibolya tanította be. Ünnepi beszédet mondott Molnár Csaba, kisoroszi polgármestere. A település előjárója felvázolta, hogy miként jutott el a II. Világháborút is megszenvedő magyar nemzet addig, hogy szembeszálljon az elnyomó zsarnoksággal. A mostani korban divatos jelentékteleníteni az 56-os eseményeket. Mondják, a forradalom mindenkié. Hogy lehet ez mindenkié? Az egyik oldalon félmillió ártatlan ember elhurcolása, megbüntetések, kitelepítések, internáló táborok, kuláklisták, koncepciós perek, AO-s terror. A másik oldalon pedig, akik életüket áldozták a szabadságért. Hogy lehetne egyenlőségjelet tenni a hős katona és az oroszokat behívó gazemberek között? Molnár Csaba szerint 1956-ban a hétköznapi emberek felismerték történelmi szerepüket, így válhattak az egyszerű diákokból, gyári munkásokból és földművesekből mártírok és később hősök. Kiemelte, hogy a Szovjetunió hiába folytotta vérbe a forradalmat, a magyar szabadságharc így is felfedte a szocializmus igazi arcát, és az egész világ számára nyilvánvalóvá vált a munkások paradicsomának képmutató és kegyetlen mi volta. A múlt század legnagyobb hazugsága, mondjuk ki, a szocializmus volt. Bőséget, igazságot ígért, azt állította, véglegesen megoldja az emberek összes problémáját. Ígéretéből annyit tartott be, hogy 100 millió ember problémáját véglegesen megoldotta. Ennyi ember pusztult el a munkatáborokban, az éheztetések következtében, a börtönökben és a fegyverek által. A szocializmus története ezért saját nép ellen indított háborúk története. Kisoroszi polgármestere ahhoz a momentumhoz hasonlította a forradalmat, mint amikor egy magasugró éppen a léc felett repül, hiszen egy nép életében nagyon ritkán jön el az az egyedülálló pillanat, amikor egy nemzetként összefogva harcol a közös célokért. Molnár Csaba beszéde végén összefoglalta a jelen és a jövő generációinak legfontosabb feladatait. Az országból hazát,
a lakóhelyből szülőföldet, a lakosokból polgárokat, a népből nemzetet kell építeni, mert csak így tarthatjuk meg azt, ami nekünk igazán fontos, az emberi méltóságot, az ezer éves keresztény kultúrát, a magyar termőföldet, családjaink jövőjét, a fiatalok tehetségét, az időskor tisztességét és a határon túli magyarokat. Ezeket az értékeket ma is komoly veszély fenyegeti, a liberalizmus támadja keresztény értékeinket, az általuk fellázított embertömeg pedig támadja Európát, beleértve hazánkat is. A megemlékezés a szózat közös eléneklésével zárult. A Duna teljes szakaszát közel 3000 kilométert fut végig hídvégi Üstös Pál, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Jó reggelt kívánok! Hídvégi Üstös Pál ultramaratonista köszöntötte a zebegényi általános iskolásokat. Az extrém sportoló 25 nappal és 1200 kilométerrel korábban szeptember 21-én indult útnak Vác testvérvárosából, Donaueschingenből, ahol a Brigach és a Berg folyók egyesülésével útjára indul Európa második legnagyobb folyója, a Duna. A túlélési és navigációs specialista, valamint túratervezéssel is foglalkozó hídvégi Üstös Pál a világon elsőként vállalkozott arra, hogy végigfussa a Duna teljes 3000 km hosszú partszakaszát. A kivételes teljesítménnyel az a célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti értékekre, a globális felmelegedés miatt is egyre fontosabb édesvízkészletre, illetve Európa legjelentősebb folyójára, a Dunára, amely nem csak ivóvízbázis, hanem közlekedési útvonal, valamint a pihenés és a sportolás helyszíne is. Tudomásunkra jutott, hogy idén Magyarország soros elnöke a Dunának, és a célunk az végül is, hogy a Duna környezetvédelmért, a víztisztaságáért, tisztaságára fölhívni a figyelmet. Hídvégi Üstös Pál évtizedek óta küzd azért, hogy az emberek ráébredjenek a teremtett és eredeti környezet védelmének, valamint a pozitív emberi értékek, az optimista gondolkodás, a kitartás és a hit fontosságára. Ezek bizonyítására számtalan extrém küldetést teljesített már az elmúlt évtizedekben. Járt többek között a Nyugat-Szaharában, futott a Nílusért Szudánban, 18 000 kilométeren keresztül követte a magyar felfedezők nyomait Közép-Ázsiában, hogy segítse a fiatal kutatók terepmunkáit, 750 kilométeren végigtekerte Magyarországon a Duna mindkét oldalán lévő településeket egy 150 éves velocipéd nyergében, végigúszta 32 nap alatt a Tisza 750 kilométeres szakaszát, illetve Váctól Mohácsig a Duna 235 kilométeres szakaszát. Még másfél évvel ezelőtt előadásokat tartottam szerte az országban egy közép-ázsiai expedícióról, egy 5 hónapos expedícióról, több mint 240 iskolában megfordultam. És itt a Dunamenti iskolákban is, Nógrád megyei iskolákban is, és a gyerekek rám kérdeztek, hogy hát mindig csak a Tisza, meg egyéb más programok és a Dunával miért nem foglalkozok. És így pattant ki az ötlet, hogy akkor mondták, hogy Paliba le kéne úszni a Dunát, meg nem tudom, és végül is idén sikerült a magyar szakasznak Váctól Mohácsig 240 kilométeres szakasz leúszni. Hídvégi Üstös Pál a távok minél gyorsabb teljesítése helyett gyakran megáll és elbeszélget a helyiekkel, a hozzá csatlakozó sportolókkal és ellátogat intézményekbe is. A Dunamenti 3000 kilométeres táv teljesítése közben felkeres több iskolát és személyesen adja át a diákoknak a program üzeneteit, valamint csatlakozásra, közös sportolásra ösztönzi a gyerekeket. Hajrá, zebegény! Hajrá, zebegény! Hajrá! Hídvégi Üstös Pál elmondta, útja során azt tapasztalta, hogy Németországban és Ausztriában nagy hangsúlyt fektetnek a helyi értékek megőrzésére és a természeti adottságaik kihasználására.
Ezen a részen ellátogattak többek között egy biotejgazdaságba, a déli szakaszon pedig terbe van véve a vaskapu és a vajdasági magyarok felkeresése is. Bulgáriában is már készülnek, lesz egy pár település, ahol ragaszkodnak, hogy elmenjünk hozzájuk, megosszuk velük az eddigi tapasztalatainkat, és ez én úgy gondolom, hogy így van jól, hogy ne egy üres futás legyen, ne csak a teljesítményét szóljon a dolog. A közel 50 kilométer betonon való futás bizony megviseli az ízületeket, árulta el hídvégi Üstös Pál, majd hozzáfűzte, egy kiadós pihenést követően másnap reggel már nyoma sincs az előző napi fáradtságnak, mindig megújul a szervezete. Nem csak fizikai teljesítményre kell is gondolni, hanem mentális felkészülésre is. A hosszú távfutás, a monotonitásról szól, útközben két település között néha hosszú távok vannak, bármennyire is koncentrál az ember a futásra, vagy egyéb gondolatok is jönnek, hétköznapi, az otthonra is gondolunk, a családra, a barátokra. Az jó, amikor párosban tudunk futni, vagy csatlakoznak hozzánk, és akkor nem annyira unalmas. A távot hídvégi Üstös Pál nem egyedül futotta végig. Csatlakozott hozzá kárpátaljai barátja, Takár Károly Katyó. Töltödök őtőle, energiát kapok, mikor mellette futok. Annyira erős a kisugárzás, az aurája. És ha nem ezt él vezérli Pali, akkor engemet is. Engemet is elhozva Kárpátaljáról, Feltiszáról, Aknaszlatináról azokat az üzeneteket, amik arról szólnak, Katyó, mondjad a dunamentieknek, az élő tiszta Dunáért, hozzuk ezt a nagy áldozatot Hidvég Üstös Pállal, hogy futunk. Az ultramaratonista nem először járt Zebegényben. Mivel Vácon lakik, rendszeresen kerékpározik arra, és több előadást is tartott már a helyi gyerekeknek. Szimpatikus a település, mivel én is a Dunakanyarban Vácon élek, ismerem a települést, többször megfordultam, oda-vissza kerékpározok, úgyhogy bízom és reménykedem abban, hogy akár egy előadás formájában vissza fognak majd hívni a későbbiekben, és akkor beszámolhatok a teljes útról, az élményekről. Hídvégi Üstös Pál és társa Takár Károly 10 országon keresztül a Fekete-tengeri torkolatig futnak, ahová a tervek szerint december 8-án érkeznek meg. Kedves nézőink, most pedig kérem tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Jótékonysági bálra invitálják a szülőket Tahitót faluban. A Polák Mihály Általános Iskola szülői munkaközössége és a Tahitót falui Általános Iskola gyermekeiért alapítvány közös szervezésében november 10-én 18 órától színes programokkal, teaházzal és zenével várják a mulatni vágyókat a népházba. Az est teljes bevételét az iskolai oktatás fejlesztésére, projektor és laptop beszerzésére fordítják. A jó hangulatról Szecsei László gondoskodik. Mártonnapi rendezvényekkel várják a lakosságot november 2. hétvégéjén Zebegényben. November 9-én csütörtökön 16 órakor indul az óvodások mártonnapi felvonulása. A településen hagyomány, hogy gyerekek és felnőttek saját készítésű lámpásaikkal a főtérre vonulnak, ezzel tisztelegve a csodatévő Tulszi püspök előtt. 11-én szombaton pedig mártonnapi kézműves foglalkozást és táncházat szervez a Zebegényi Fonó Egyesület a Szőnyi István Általános Iskolában. Következnek a hírek még egyszer röviden. Kisoroszi adakozó lelkű polgárainak hála 2017. augusztusában új torony kerülhetett a református templom tetejére, valamint felújították az épület külső homlokzatát is, ezért október közepén hálaadó istentiszteletet tartottak a gyülekezet tagjai. Az ünnepi szertartáson Bogárdi Szabó István, a Duna melléki református egyházkerület püspöke, valamint Pályi Péter, a település lelkésze hirdette az igét. Pályi Péter elmondta, pályázati források és állami támogatás nélkül csupán kisoroszi adakozó lelkű lakosainak adományaiból gyűlt össze a munkálatokra fordított közel 11 millió forint.
Az istentiszteletet követően az ünneplő közösség a misszió udvarára vonult, ahol Nyilas Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye esperese mondott áldást. A reformáció 500. évfordulójának alkalmából Németh József fafaragó mester emléktáblát készített a kisoroszi gyülekezet számára, melyen Kálvin János következő gondolata olvasható. Soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne. Visegrádon Félegyházi András polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Eötvös István egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja mondott beszédet. Kiemelte, a magyarok számára irracionális volt 1956. október 23-a, ugyanis minden józanul gondolkodó ember tudta, hogy a Szovjetuniót nem lehet legyőzni. Az emberek azonban úgy gondolták, hogy a szabadságért, a politikai elképzeléseikért és egy jobb életért ki kell menniük az utcára. A forradalomról 1990-ig 33 éven keresztül nem lehetett beszélni. A mai gyerekeknek azonban már nehéz elmagyarázni, miért is tört ki a forradalom. Eötvös István beszédét követően az Áprili Lajos Általános Iskola tanulói zenés-irodalmi műsort mutattak be az ünneplő közönségnek. Koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Tahitótfalu lakosai az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepség az 56-os emlékmű megkoszorúzásával vette kezdetét, majd az ünneplő közösség a tornaterembe vonult. A himnusz közös eléneklése után köszöntőt mondott dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere, és színpadra lépett a Sziget hangja ökumenikus kórus. Ünnepi beszédet tartott Babuts Zoltán hadtörténész, aki Kenesei Csaba életútján keresztül mutatta be, hogy hogyan jutott el valaki odáig, hogy 21 évesen nemzetőrként szálljon szembe az elnyomó hatalommal. A folytatásban a Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos diákjainak előadását tekinthette meg a közönség. Az ünnepség a szózat közös eléneklésével zárult. A művelődési házban került megrendezésre az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező községi ünnepi Dunabogdányban. Amint egy 70 fős közönség a himnusz közös eléneklése után dr. Németh József jegyző ünnepi beszédét hallgatta meg, majd narrációkkal, versekkel és szcenizált jelenetekkel a helyi általános iskola 8. osztály adott emlékműsort, amelyen a 61 évvel ezelőtti eseményeket elevenítették fel. Bócsmegyeren a rendezvényközpontban gyűlt össze a lakosság az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján. Az ünnepségen a településen élő Vitályos Eszter, az Európai Uniós Fejlesztésekért felelős államtitkár mondott beszédet. Kiemelte, a mai ember már szabadon emlékezhet anyáink, apáink, nagyanyáink és nagyapáink idejére, hősi napjaira. Az államtitkár beszédét követően a Zöldsziget körzeti általános iskola tanulóinak zenés-irodalmi köntösbe öltöztetett forradalomról szóló összeállítását tekinthette meg az ünneplő közönség. A műsort követően az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állított kopjafa megkoszorúzásával zárult a program. Kisoroszi lakosai a művelődési házban emlékeztek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepség a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, majd a tahitótfalui Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos diákjai előadták a Szabadság Hősei című darabot. Ünnepi beszédet mondott Molnár Csaba, kisoroszi polgármestere. A település előjárója többek között arról is beszélt, hogy 1956-ban a hétköznapi emberek felismerték történelmi szerepüket, így válhattak az egyszerű diákokból, gyári munkásokból és földművesekből mártírok és később hősök. Kiemelte, hogy a Szovjetunió hiába folytotta vérbe a forradalmat, a magyar szabadságharc így is felfedte a szocializmus igazi arcát, és az egész világ számára nyilvánvalóvá vált a munkások paradicsomának képmutató és kegyetlen mi volta. A megemlékezés a szózat közös eléneklésével zárult. Hidvégi Üstös Pál ultramaratonista köszöntötte a zebegényi általános iskolásokat.
Az extrém sportoló 25 nappal és 1200 kilométerrel korábban szeptember 21-én indult útnak Vác testvérvárosából, Donaueschingenből, ahol a Brigach és a Berg folyók egyesülésével útjára indul Európa második legnagyobb folyója, a Duna. A túlélési és navigációs specialista, valamint túratervezéssel is foglalkozó hídvégi Üstös Pál a világon elsőként vállalkozott arra, hogy végigfussa a Duna teljes 3000 km hosszú partszakaszát. A kivételes teljesítménnyel az a célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti értékekre, a globális felmelegedés miatt is egyre fontosabb édesvízkészletre, illetve Európa legjelentősebb folyójára, a Dunára, amely nem csak ivóvízbázis, hanem közlekedési útvonal, valamint a pihenés és a sportolás helyszíne is. A távot hídvégi Üstös Pál nem egyedül futotta végig, csatlakozott hozzá kárpátaljai barátja, Takár Károly Katyó. Az ultramaratonista nem először járt Zebegényben. Mivel Vácon lakik, rendszeresen kerékpározik arra, és több előadást is tartott már a helyi gyerekeknek. Hídvégi Üstös Pál és társa Takár Károly 10 országon keresztül a Fekete-tengeri torkolatig futnak, ahová a tervek szerint december 8-án érkeznek meg. Jótékonysági bálra invitálják a szülőket Tahitót faluban. A Polák Mihály Általános Iskola szülői munkaközössége és a Tahitót falui Általános Iskola gyermekeiért alapítvány közös szervezésében november 10-én 18 órától színes programokkal, teaházzal és zenével várják a mulatni vágyókat a Népházba. Az est teljes bevételét az iskolai oktatás fejlesztésére, projektor és laptop beszerzésére fordítják. A jó hangulatról Szecsei László gondoskodik. Mártonnapi rendezvényekkel várják a lakosságot november 2. hétvégéjén Zebegényben. November 9-én csütörtökön 16 órakor indul az óvodások mártonnapi felvonulása. A településen hagyomány, hogy gyerekek és felnőttek saját készítésű lámpásaikkal a főtérre vonulnak, ezzel tisztelegve a csodatévő Tulszi püspök előtt. 11-én szombaton pedig mártonnapi kézműves foglalkozást és táncházat szervez a Zebegényi Fonó Egyesület a Szőnyi István Általános Iskolában. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtekinthetik az interneten is a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!